Partner találkozó. Eredményeikről tájékoztatott a Médiacentrum. Házasság hete. Előadással indult a programsorozat. 100. születésnap. Horváth Ferencnét köszöntötték a városvezetők. Ez az Alaegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, H. Horváth Gyula vagyok. 2024. február 13-a kedd van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Kötetlen találkozó keretében mutatkozott be partnereinek az Alaegerszegi Médiacentrum. Az 1985-ben alapított helyi televízió 2015-ben rádióval, 2023-ban pedig online hírportállal bővült. Mára nem csak a város, hanem a térség meghatározó hírforrásává vált. Médiacentrum már fejlődött 2024-re a közel 40 éve alapított Zalaegerszegi Televízió. Ezt a folyamatot ismertette a résztvevőkkel indító tájékoztatójában a cég ügyvezetője. A jövő évben ünnepli az Alaegerszegi Televízió megalakulásának a 40 éves évfordulóját, de fontos tudni, hogy ez alatt a 40 év alatt rengeteg változás történt a televízió életében, hiszen 2015-ben egy rádióval gazdagodtunk, az elmúlt évben pedig egy hírportált is sikerült elindítanunk. Szerettük volna megmutatni ezt az immár médiacentrummá fejlődött televíziót az alaegerszegi cégeknek, hiszen úgy gondoljuk, hogy megkerülhetetlenek vagyunk a média tekintetében. Mi vagyunk az a médiacentrum, ahol a televízióban, a rádióban és portálon is kínálunk megjelenési lehetőséget a cégeknek, ezzel tudatva és ismertetve a város lakosságával azt a tevékenységet, amit ők végeznek, de nagyon nagy szerepet szánunk annak, hogy ezek a cégek bennünket használjanak a különböző reklámhirdetéseik elhelyezésére is. A 2015-ben alapított Egerszeg Rádió a médiacentrum különösen eredményes csatornája. Hallgatottsága a legutóbbi reprezentatív mérések alapján is kiemelkedő. Népszerűségét tematikus és szerkesztett műsorainak köszönheti, amelyek túlnyomó része élő és interaktív, mondta el előadásában Németh Miklós programigazgató. A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő kommunikációs cég fontos közvetítő szerepet vállal a város életében. Így aztán egy olyan médiacentrum alakult ki, ami azt gondolom, hogy hasznos az önkormányzat, és hasznos a város polgárai, intézményei, cégei szempontjából is, hiszen egy olyan aktív információ áramlást tud kialakulni, amelynek segítségével akár az önkormányzat, a város, akár a különböző intézmények és cégek a legfontosabb és legaktuálisabb híreket el tudják gyorsan és közvetlenül juttatni a város polgárainak, és igen, itt a gyorsaságon nagy hangsúly van, hiszen a 21. század 2024 arról szól, hogy felgyorsult körülöttünk a világ, mindenki azonnal akar információhoz jutni, és nagyon fontos, hogy ezt gyorsan és ha lehet hiteles forrásból kapja meg. 2023-ban a Szabad Sajtó napján indult az Egerszegi Hírek online hírportál. Az alig egy éves csatorna átlagosan több mint 1,5 millió embert ér el, rendszeres olvasóinak tábora napról napra növekszik. A médiacentrum működésének alapját azok a naponta előállított tartalmak adják, amelyet az újságírók, szerkesztők, műsorvezetők, operatőrök, technikusok készítenek. Megnyitották a házasság hetét Zalaegerszegen, a Mindszentineumban. A mozgalom több mint 2 évtizeddel ezelőtt az Egyesült Királyságból indult, melyhez Magyarország 2008-ban csatlakozott. Idén a programokat az állandó megújulásban jelmondat jegyében állították össze. Az érdeklődőket Kiskornél plébános és a térség országgyűlési képviselője köszöntötte. A házasság egy életre szóló szent kötelék, fogalmazott Víg László. Én közel 40 éve vagyok házas, és azt tudom mondani mindenkinek, hogy a világ egyik legszebb dolga, és folyamatos kompromisszum, és folyamatos megújulás kell azért, hogy a párok együtt maradjanak, folyamatosan segíteni kell a másikat. A változó világ folyamatos kihívások elé állítja a házastársakat. A Két Igen Alapítvány mentorpárja arra a kérdésre adott választ, miként lehet az új élethelyzetekben is megőrizni a családi harmóniát? Hát 1000 titka van a jó párkapcsolatnak, ezt szerintem nem lehet úgy felfogni, hogy van valami pirula, amit csak beveszünk, és akkor megoldódik minden varázsütésszerűen, hanem nagyon sok munkát jelent a jó párkapcsolat. Tényleg napról napra kell ezt a munkát megtennünk, és akkor lehet jó egy párkapcsolat, ha energiát, időt,
pénzt a párkapcsolatunkra szánunk. Nagyon fontos, hogy ne csak egyszer mondjunk igent a másiknak, és aztán azt gondoljuk, hogy majd életünk végéig ez így jó lesz, hanem a mindennapokban kell igeneket mondani, pici, apró, egyszerű kérdésekre kell igent mondani, és arra biztatunk mindenkit, hogy próbáljon olyan döntéseket hozni, pici, apró döntéseket, amivel erősíti a kapcsolatát. A házasság hetére sokszínű és kalandos programokkal készültek. Adásunkkal egy időben kezdődik a közösségi házban a párok játékos farsangi vetélkedője. Csütörtökön lesz a technikaházában az adventista lelkész Frend Lászlónak az előadása, oda is várunk mindenkit szeretettel, illetve pénteken, mivel ugye belecsúszunk már a Nagybőjtbe, ezért a házaspárok keresztútjával készültünk a kertvárosi templomba. Szombaton pedig a szokásos várva várt gyertyafényes vacsorára hívjuk a párokat. Vasárnap a dísztértől a Mindszenty térig tartó sétára invitálják a jelentkezőket. Az eseménydús hetet a Mária Magdalna templomban szent misével zárják, ahol kisorsolják a szerelmi kalantúra nyertesét. Felköszöntötték a városvezetők 100. születésnapi alkalmából Horváth Ferencnét. Balait Zoltán, a város polgármestere és Hertliné Ebetli Gyöngyi a település rész önkormányzati képviselője ajándékcsomagokkal érkezett a Csázsbozsoki családi házba. Horváth Ferencné, Ilus néni többek között a Jeli Arborétumban dolgozott, majd Nagy Tilajon az óvoda konyháján vállalt munkát. Két gyermeket nevelt fel, 5 unokája és 9 dédunokája van, közülük a legfiatalabb már középiskolai tanulmányait végzi. Tekenyéről 2003-ban gyermekéhez Zalaegerszegre költözött. Szombaton több mint 30-an érkeztek a családi ebédre. Unokák, dédunokák, 9 dédunokám van, akkor voltak sokan. Leánya, Zsuzsanna beszámolója szerint vasárnap a szentmisére is elkísérték, ahol Fúrján Gellért lelkipásztor fogadta. Nagyon szép volt a plébános úr, meghívott bennünket ide a csárcsi támomba, csodálatos szép volt. Ott is köszöntötték anyut, az ismerősök, akikkel az anyu még valamikor rá szokott járni a misére, és akkor nagyon boldog volt. A plébánosod is olyan szeretettel fogadott bennünket. Megható volt nagyon. A város közössége nevében Balait Zoltán mondott köszönetet. Mint fogalmazott, Ilus néni elismerésre méltó életutat járt be, ami példaként szolgál. Kicsit ilyenkor mindig próbáljuk tudakolni, megtudni azt a titkot, hogy hogyan élhet valaki 90 vagy éppen 100 éves korig, de úgy tűnik, hogy ez mindenkinél más és más receptet jelent, így aztán valamennyünk saját felelőssége, hogy úgy alakítsuk a saját életünket, hogy talán mi is egyszer megérhetjük ezt a kort. A város és az idősügyi tanács arra törekszik, hogy támogatást nyújtson a szépkorúaknak. Erre lehetőséget ad többek között a nemzedékek készfogása, valamint a különböző programok szervezése. Mint Balait Zoltán fogalmazott, ez azért is kiemelten fontos, mert a háború után ők építették újjá az országot, amiért a jövő nemzedéke hálával és köszönettel tartozik. Húshagyóked van, és már is kezdődik a nagybőjt időszaka. Az Őszi Rózsa nyugdíjas klub tagjai a szokásokhoz híven idén is fánksütéssel emlékeztek a farsangi mulatságok végére. Már kora délelőtt sürögtek, forogtak a botfai közösségi házban a szépkorúak, akik több százat sütöttek a kerekédességből. 2002 óta rendezik meg a programot, mellyel a városrész hagyományait felidézve erősítik a helyi nyugdíjas közösséget. Ugye a klubunk alapvetően arra épül fel, hogy a hagyományokat őrizzük, és hát az egyik legfontosabb ez a húshagyóhegy keddi fánksütés, amivel időszakán van véget ér a farsang, ugye a mulatozás az összejövetelek időszaka, és most kezdődik a bőti időszak, ugye Hanvazó szerdával holnaptól. És hát mi nagyon próbálunk erre odafigyelni. Az, hogy fánkot sütünk, az meg ugye, hát ez már a klubunk alakulása óta van. A hölgyek az igazi farsangi fánk titkába is beavatták stábunkat. Gulyás Erzsébet minden évben több kiló lisztet dagaszt a finomsághoz. A kidolgozott tésztát pihenni hagyja, majd keleszti, végül ízesítésnek citromhéjat és rumaromát is használ. Meg kell fordítani, miután belehelyezzük a kálés után az olajba, és akkor hát figyelni kell, hogy amikor már egyik oldalról jön a szalagja, akkor átfordítjuk,
és akkor szép lesz a tank. Az édesség mellé babos kerekrépa levest is főztek. Ezt a nyugdíjas klub tagjai később egy jó hangulatú beszélgetés keretében fogyasztották el. Főszerep jutott a fánknak a városi farsangon is. A hagyományos program jótékonysági fánkvásárral indult, majd a városi fúvószenekar vezetésével jelmezbe bújt csoportok vonultak végig a Kossuth utcán. A városi farsangról szerdai híradónkban láthatnak részletes összefoglalót. Viseltük, most megmutatjuk címmel nyílt új időszaki kiállítása a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban. A tárlata a Nyugat-Dunántúl népviseleteibe enged bepillantást. A kiállítás fő célja az ismeretterjesztés. A bábuk és babák a korabeli paraszti öltözködést demonstrálják. Bár a stílus tájegységenként eltérő, mégis sok hasonlóságot rejtenek a ruhák. A Dunántúlnak három vármegyéjét, régi vármegyéjét próbáltuk megjeleníteni. Zala vármegyét, Vas vármegyét, és hát mai néven Győr-Moson-Sopron megyét, vármegyét. És tulajdonképpen megpróbáljuk azt megmutatni, hogy ezek a viseletek, ezek milyen funkciót láttak el, mert hogy nem csak egyszerűen viselték őket, hanem rengeteg információt árultak el a viselőjéről, tehát a társadalmi osztálybeli különbségek is látszottak, az életkor, az időjárás, illetve az időszakoknak a viseletei is teljesen különbözőek voltak. És hát megpróbáljuk azt is megmutatni a kiállítás utolsó bábúin, illetve darabjain, hogy hogyan lehet ezt átvinni, ezeket a viseleteket, vagy az azon megjelenő motivumokat a mai világba, akár divatos női ruhákként is. Az anyag összeállításához nagy segítséget nyújtott Molnárné Rizskó Erzsébet, aki népviseletes babáit is rendelkezésre bocsátotta. Hámori Sándor 18 éves kora óta gyűjti Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegye jellegzetes viseleteit, ezekből hozott most ízelítőt Zalaegerszegre. Alapvetően paraszt emberek viselték, az időszórás az nagy távolság, mert a 20. század elejétől a 20. század közepéig, tehát igazán a gyűjteményben nem túl sok 19. századi ruhadarab van, tehát a textil nem állandó, nem bírja, ezek megsemmisülnek, ezeknek is az lesz a sorsa majd egyszer. Csak így, hogy nálam vannak, meg van hosszabbítva az életük. A tárlat március 28-áig látható. Az érdeklődőket hétköznap 10 és 15 óra között fogadják az Alkotóház kiállító termében. Az elmúlt hétvégén rendezték a szomszédos Szlovéniában a Lendva kupát, ahol az zalaegerszegi judó eset 14 versenyzővel képviseltette magát. Az zalaegerszegi fiatalok 4 korcsoportban léptek szőnyegre, és több éremmel tértek haza. Az U21-es korcsoportban a junior válogatott kerettag Mátéfi Gábor ezüstérmet szerzett, míg Ilja Bulgakov 5. lett. Ugyancsak az 5. helyen zártak az U16-os korcsoport versenyzői, Sőtér Hunor és Verebi Ákos. Az U14-es korcsoportban is több érem került az zalaegerszegi versenyzők nyakába. Ezüstérmet szerzett Sallai Botond, Henc Hunor, Sőtér Sára és Verebi Ádám. Bános Lili és Bálint Ádám bronzérmesek lettek. Az U12-esek között Henc Magor aranyéremmel, míg csapattársa Cigány Berccel a 3. helyen zárta a versenyt. Szívek szerdája címmel hív nem csak párokat Bálint napi rendezvényére a Göcsei Tudásközpont, az zalaegerszegi helyi termékpiac. A 14 órakor kezdődő eseményen szerelmes versek hangoznak el, majd vidám vetélkedő részesei lehetnek a vállalkozó szelleműek. Mindezek mellett előadásokkal és szíves foglalkozásokkal is készülnek a szervezők. Híradunk végén, lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Partner találkozó. Eredményeikről tájékoztatott a Média Centrum. Házasság hete. Előadással indult a programsorozat. 100. születésnap. Horváth Ferencnét köszöntötték a városvezetők.
Ez volt a Zalaegerszegi Televízió híradója 2024. február 13-án kedden. Friss hírekkel legközelebb szerdán este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is hírportálunkon a www.egerszegihirek.hu oldalon tájékozódhatnak. Híradónkat és a televízió további műsorait a www.zegtv.hu oldalon nézhetik vissza. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Viszontlátásra!